Jó estét kívánok! A közelmúltban a Fejérvár televízióban is hírt adtunk arról a szóló vitorlás versenyről, amelyet az Élő Legenda Fanándor szervezett meg, nem először természetesen a Balatonon, és ezt a versenyt egy fehérvári, nevezetesen Varga Lajos nyerte meg, immáron másodízben, és nagy tisztelettel köszöntöm a győztest, és egyúttal tisztelettel gratulálok a második győzelméhez. Köszönöm, és én is köszöntöm a nézőket. Varga Lajos, tehát a Bajnokok Városa a vendége, mert hogy a Balaton kerülés bajnoka immáron, tehát másodízben. Egy közel, vagy nagyjából 20 hajó rajtolt el ezen a versenyen, és ez egy egészen egyedülálló és különleges verseny, hogy miért ez is kiderül a következő percekben. De mindenek előtt beszéljünk talán arról, hogy a Fanándorral való barátság az mikor kezdődött és hogyan? Mióta ismerik egymást? Hát ennek 38 éve lesz, tehát azért ez nem egy rövid időtartam. Én 16 éves voltam, a Nándi pedig 26, amikor a Köfénben ilyen napi kapcsolatban kerültünk, akkor ő még aktív kenus volt, de már vitorlás tervekkel, én pedig még ifjú kajakos, aki hát ott az ő közelében tanult, és hát beszélgetett vele sokat, sok különböző témáról. És önnél hogy jött a kézihajtás után, a szél hajtotta? Hát egy biztos, hogy ami engem illette, egy fontos volt, hogy víz legyen, tehát hogy mi hajtja. Nyilván kényelmesebb, ha gondoltam én, ha vitorlás, de egyáltalán nem igaz, tehát ahhoz is megfelelő fizikunk kell. Úgyhogy amikor vége lett a kajakos szakasznak, akkor utána iskola, munka, egyebek jó időre elrángatott a víz mellől, aztán egyszer csak visszataláltam egy olimpiai osztályban Sipos Péternek, aki ott a finnesek öreg apja. Berángatott engem egy olimpiai hajóosztályba, a Findingibe, és hát akkor következett egy 15 éves Findingis periódus, ami 2010-ig tartott. És a kezdeti vitorla próbálgatások azok mennyire mentek jól a Velencei tavon a VVS-ében? Hát ez egy nagyon jó sport, ugye technikai, fizikai, szellemi sport, és így nekem nagyon tetszett mindig is, úgyhogy amikor elkezdődtek ezek a kísérletek, akkor viszonylag gyorsan rájöttem a hajó szükségessére, hogy milyen minőségű hajóval kell menni, és a kajakos múltból volt valamennyi maradék fizikumom, úgyhogy akkor még nem nagyon atlétikus finnesek között, már legalábbis az élmezőny kivételével azért a vitorlázók nem szakadtak bele akkor a fizikai sportba, így viszonylag gyorsan sikerült egész jó eredményeket elérnem Findingiben. Milyen volt akkor, ha lehet azt mondani, a hőskorban ez a VVS is közösség, ott önnel, Fanándorral, a többiekkel? A hőskor előbb volt, mint én odaértem, az a 70-es évek legeleje, 69-70 környékén, amikor még egy nádas volt a déli parton, és akkor a VVS-i elkezdett megszületni. Úgyhogy mire odaértünk, addigra már azért létezett tornaterem, tanmedence, egyéb ilyen, akkor már épült a sportszálló nem sokára. Úgyhogy rendék voltak az elődök, akik előttünk jártak, akik igazán a spártai körülményeket kipróbálták, a hajótárolóban alvást, meg a nádon keresztül való tórajutást, hát mi már azért ehhez képest úri körülmények között sólyákról szálltunk vízre, úgyhogy ez egy másik világ volt már a 70-es évek közepe. És aztán ugorva az időben, visszaugorva az említett Finding is időszakhoz, utána hová, merre vezetett az útja? Elkezdődött párhuzamosan, ugye járkáltunk át a Balatonra versenyezni a Velencei tóról, ami egy nagyon jó szakasz volt, mert hát egy nagyobb vízen újabb élmények a vitorlázás, és hát ennek kapcsán kezdtem megismerni a nagyobb hajókat, úgyhogy több különböző, egyre növekvő méretű hajót próbáltam ki, ilyen volt a J24-es, egy amerikai gyártású hajót, majd a 8 méter van dizájnt, ami nagyon népszerű volt a Balatonon ebben az időben, és a már 8 méter van dizájn, az már kifejezetten azzal a célra került, hogy így mondjam, az én közelemben, hogy azzal már a Nándi-féle szólóversenyen tudjak elindulni. Úgyhogy akkor már egyértelműen az volt a cél, hogy a 8-ast úgy felkészíteni és úgy megtanulni, hogy egyedül is körbe lehessen vele menni a Balatonon. Tehát, hogyha jól értem, akkor közel 40 esztendeje gyakorlatilag megállás nélkül vitorlázik. Hát vízen vagyok, inkább azt mondanám, vitorlázni, az még csak 21 éve. Uh-huh. Úgyhogy hát az se rövid idő már. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon gyorsan elrepült, de hát most, ahogy a naptárra ránézek, kénytelenül belátni, hogy 21 éve eltelt. Balaton kerülés. Ez egy rendkívül összetett verseny, annál is inkább, hiszen egy szóló verseny.
ugye a kék szalaggal ellentétben, ahol komoly legénység van a hajókon. Mi adja ennek a, vagy milyen összetevők adják ennek a nehézségeit egy ilyen Balaton kerülésnek? Hát egy olyan hajókkal indulunk, amelyek alapvetően azért csapathajók is, tehát 3-4 ember vitorlázik vele, egy átlagos vitorlázó napon egy verseny az 3-5 óránál nem hosszabb, szombaton is van mondjuk 3 óra, vasárnap is 3 óra vitorlázási lehetőség, és egyszer csak ott marad az ember egyedül egy ilyen hajóval, ami 4 emberre van szabva, és 4-5 óra vitorlázás alatt is éppen eleget lehet rajta dolgozni, és hirtelen egy ilyen karmester, vagy éppen kormányos ott marad egyedül, az összes instrumentummal egyedül, és ilyenkor jön az, hogy teljesen más játékot kell játszani, át kell gondolni, hogy mi az, ami az energiába belefér, milyen sorrendben kell egyedül megoldani a műveleteket ahhoz, hogy ne legyenek súlyos nagy borulások belőle. Ugyanúgy kell figyelni továbbra is a meteotaktikára, úgyhogy egy sokkal összetettebb és nehezebb dolog következik, már csak azért is, mert a szóló versenyek, mondjuk éppen a tókerülő versenyek, azok 12 óránál nem nagyon rövidebbek, és hát eltarthatnak akár 26 óráig is, hiszen a szél dönti azért el, akármilyen gyorsak ezek a hajók, azt, hogy azért hogyan lehet körbejönni a Balatonon. Az ön szemben ami jelentette a legnagyobb nehézséget ebben a szóló vitorlázásban? Mik voltak azok a pontok, amelyekkel nehezebb? Hát igen, ez egy nagyon jó élményeket idéz föl, hiszen az első versenyen 26 órát vitorlázva, hát hullafáradtán másztam ki a hajóból, és tökéletesen utolsó voltam ezen a szóló versenyen, és akkor éreztem, hogy ha most ezt abba hagyom, akkor nagyon nagy hibát követek el, ezt meg kell próbálni megérteni, megtanulni, hogy hogyan kell ehhez felöltözni, hogyan kell az ételt összeállítani, mikor mennyit kell inni, és hogy egyáltalán hogyan néz ez ki, hogyan kell egy hajót felkészíteni, és hát akkor elindult egy ilyen utolsó helyről való építkezés, és hát hosszas munka. Tehát egy egész más feladat egyedül egy ilyen hajón boldogulni, és hát ez akkor rögtön ki is derült, hiszen addigra már nekem volt csapat élményem, de ez itt szinte használhatatlan volt. Mennyire lehet korrigálni a hibákat? Hát vannak olyan hibák, amiket nem lehet menet közben korrigálni, ezek voltak az első időszak nagy tanulságai, tehát ha valaki rosszul választja meg a ruházatát, akkor kocogni fog a foga a vége felé. Ha véletlenül nem iszik eleget, akkor, és szomjassá válik, akkor ez pótolhatatlan, utána nem lehet visszahozni a folyadék egyensúlyt. Ha éhes lesz, tehát ha kiéhezik, nem visz be elég cukrot, vagy egyéb izotóniás, egyéb italokat, akkor az is javíthatatlan. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket nem szabad elkövetni. A vitorlázást nem lehet hibátlanul magát a szakmai részét csinálni, abban mindenki hibázik, és általában az nyer, aki kevesebbet hibázik. Tehát hibátlanul, én nem hiszem, hogy valaki elmondhatta, hogy olyan tökéletesen vitorláztam, hogy ezt már nem lehet jobban csinálni. A Fanándor a verseny alapítója és versenyigazgatója, aki idén nem állt rajthoz, de hát nyilván vigyázó tekintetét a mezőnyön tartotta. Elmondta, hogy ez a verseny azért is fontos, mert hogy egyfajta innovációs újítások jelennek meg a hajókon, sőt van olyan hajó, amelyet kifejezetten a Balaton kerülésre készítettek fel. Ez mit jelent a gyakorlatban? Milyen egy Balaton specifikus hajó, vitorlás hajó? Hát a maga a doboz szabály, amit a Vándi kitalált, az egy nagyon jó szabály a Balatonra, hogy 8 méternél nem lehet hosszabb egy ilyen hajó. És hát ez a fejlesztés kereteit is megadja, hiszen azért a méter hosszokkal a költségek is nagyon erőteljesen nőnek, ugyanakkor a Balaton egy 8 méteres hajó kiváló teljesítményt tud nyújtani a nem túl magas hullámai miatt, mármint a Balaton nem túl magas hullámai miatt. És hát a specifikusság az a testre szabásokat jelenti, azért 5 olyan hajótípus van ma már, amit a Nándi féle verseny inspirált, és ezek külön, és ezenből a típusokon belül is van olyan hajó, amit egyes versenyzőkre testre szabnak, és hát különféle vitorlázással kapcsolatos innovációkat, ötleteket ezért ezek a versenyzők kipróbálnak és beépítenek. És hát ezeknek az innovációknak a versenye is zajlik, amellett, hogy zajlik egy vitorlázók közötti verseny is. Mikor nyerte meg először? 2014-ben, de az egy sorozat volt abban az értelemben, hogy előtte már voltam 3-szor harmadik, 2-szer második, és utána jött a 14-es győzelem, tehát egy ilyen kicsúcsosodó
dolog volt, nagy öröm, egy korábbi hajó, valami a Nándi hajójának a testvérhajója volt, és akkor álltunk neki azonnal egy újat fejleszteni, hiszen akkor rengeteg ötlet gyűlt össze, és hát akkor kezdtünk el építeni egy másikat. Akkor most melyik áll közelebb a szívéhez, a 14-es vagy a 17-es győzelem? Hát mindegyiknek megvan a maga öröme győzni, az nem olyan nagyon egyszerű, azt gondolom erről biztos, hogy ilyen sportolók, akik ezzel töltik ugye az egész életüket, el tudják mondani, hogy szerintem a győzelmi lépcsőfokra az mindig 10-szer magasabb, mint az összes többi. Tehát harmadikról másodikra lépni, vagy ötödikről harmadikra, az egy egész más erőfeszítés, mint elsőnek lenni. Tehát ahhoz sokkal másabb lelkiállapot, habitus és szívosság szükséges. Úgyhogy a győzelmek mind nagyon izgalmasak. Az első győzelemre 4 évig kellett készülnem egy arra célra épített hajóval. A második hajó elkészült, és gyönyörű eredményeket futott, de mindig volt valami kis technika ördöge, vagy személyes rossz felkészülés, ami újabb 3 év várakozás után hozta meg csak a sikert, úgyhogy egyik kedvesebb, mint a másik. A kedves nézők az imént éppen azokat a képeket láthatták, amikor Varga Lajos befutott a célba, és hát természetesen Fanándor gratulált önnek elsőként. Ugyanakkor viszont az idei MOL nagydíjon, a 2017. évi Balaton kerülésen egy fiatalember üldözte önt, ráadásul Fanándor hajójával, a fahajóval, úgyhogy igyekeznie kellett a Nelson Flotta Leasing elnevezésű hajója fedélzetén. Ez komoly meccs volt önök között. Én úgy gondolom, hogy igen, a Nándi hajója az egy bőszeles, tehát nem éles menetre optimalizált hajó, nagy formastabilitással és nagyon gyors félszélben, és a verseny 2/3 félszélben zajlott, úgyhogy ezen a szakaszon az a hajó az egy nagyon-nagyon komoly teljesítményre képes, bár a Nándi 2006-ban tervezte, tehát ahhoz képest már azóta 2 újabb generáció született. És hát ez a srác, aki már nyáron is indult a Keszthelykeneses szólón ezzel a hajóval, szépen felkészült, és ezt a sebességet képes volt folyamatosan tartani. Úgyhogy hát harmonika szerűen hol közelített, hol le tudtam egy kicsit rázni, de kellett vállalnom többletvitorlát, meg hát nyilván a vitorlás taktikában is többet, hogy ezt a távolságot valahogy fenntartsam. És hát ez akkor változott meg, amikor Tihany után egy picit már optimálisabb volt az újabb fejlesztésű hajónak a menetirány, ekkor már kijött az innováció különbség, és akkor elkezdtem azért végül is egy kicsit eltávolodni tőle. És végül Vörös Gáboron után futott be másodikként. Igen, és hát a Gábor nagyon szépen vitorlázott, és azt gondolom, hogy ő talán a legfiatalabb most a mezőnyben, ha csak jövőre az én társam, akivel együtt vitorlázok, el nem indul, aki 19 éves, már pedig el fog indulni, mert hogy az egyik verseny az övé, mint ezt megígértem neki. Ugyanakkor viszont ott volt a mezőnyben például a repülő hollandi hajósztály 12-szeres világbajnok, a Majtényi Szabolcs is, vagy éppen a dél-afrikai Ian Ansley, szóval azért elég komoly mezőny jött össze. Igen, ők mind a ketten fantasztikus vitorlázók, nagyon nagy tudással. Itt az innováció különbség, tehát ők egy olyan hajóval indultak, ami csapathajó, nem billenthető tőkesúlyú, azaz nincsen extra nyomatéka. Ők a tudásukkal a maximumot hozták ki a rendelkezésre álló hajóból, hiszen az egyikőjük 4., a másik pedig 5. lett. És hát azt gondolom, hogy egy ilyen minden irányú szélben, hát nagyon komoly tornamutatvány lett volna a közelükben maradni is, mert hiszen itt azért olyan vitorlázó, azt mondhatjuk, hogy legendákról beszélünk, akikkel egy mezőnyben lenni is öröm. Én azt szoktam erre mondani, hogy örülök, hogy közelre szól a jegyem. Hát most előről néztem őket, nem hátulról, ez volt a különbség. És akkor Balaton vagy Velencei tó? Melyik a kedvenc? Hát a Velencei tó az a gyerekkor és a finningis korszak. A mai napig nagyon szívesen megyek oda le, és például a jégvitorlázás az mindig Velencei tó, hiszen a Velencei tavunk tökéletesen alkalmas a jégen való szágúdozásra. A Balaton pedig hát ennek a fajta felnőttkori szenvedélynek a szintere, egy csodálatos víz, úgyhogy öröm rajta jönni-menni. Hát megint az a helyzet, hogy nem lehet dönteni, melyik napon melyik kedvesebb, de mindegyik egyformán kedves. A tenger és az óceán, ez nem vonza? Én tavi versenyző vagyok, amikor a Nándival dolgoztunk, valameddig én részt vettem az ő projektjében, és volt lehetőségem Triesttől eljutni vele Gibraltárig. Végigmentünk a földközi először az Adrián nyilván, aztán a földközi tengeren. Ez mikor? 2014 májusában.
mentünk végig ezen az úton közösen, és hát akkor kiderült, hogy nekem az sok. Tehát ott azért egész más tudások jönnek elő. Tehát azért egy tengeri vagy akár óceáni vitorlázás az egy egész más léptékű játék. Ez akkora különbség szerintem, mint a Forma 1 meg a gokárt közti különbség, de még ezzel sem biztos, hogy pontosan érzékeltetem, hiszen ott olyan körülmények között kell folyamatosan összeszedetten hajózni, meteotaktikával foglalkozni, amiközben a hajó mondjuk 8 méteres hullámról zuhan le, és a következő 8 méteresbe érkezik meg. Úgyhogy be kell látni, hogy az ember hova van predesztinálva, hát én azt gondolom, hogy nekem a tó az igazi életelemem. Ha már ezt a közös utat, etapot említette Fanándorral, akkor ön abban a szerencsés helyzetben volt, hogy egy testközelből láthatta őt kint a nyílvízen, hogy dolgozik, hogyan éli meg a mindennapokat. Mi az, ami a legjobban meglepte? Hát azt gondolom, hogy nagyon érdekes, igen. Tehát elkezdtünk vitorlázni egy 60 lábas Imoca hajóval, ami ugye Nándi hajója volt, és 15 csomóig több balatoni vitorlázó volt, hiszen 5-6-an mentünk a hajón, két váltásban vittük a hajót, és 15 csomóig egészen, azaz nagyjából 30 kilométeres szélig, egészen úgy éreztük, hogy ez a hajó ez azonos azzal, amit mi ismerünk, és hát pontosan tudjuk, hogy kell állítani a vitorlát, és minden nagyon szép és jó. Majd egyszer csak leértünk az olasz Csizma aljára, és éjszaka jött egy 60 kilométeres szél, és a Nándi, aki addig gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy majdnem így végig szunyókált a napot, egyszer csak így felelevenedett, mire mi összezuhantunk ugye az éjszakától és az 5 méteres hullámoktól és a teljesen furcsa és idegen körülményektől. Ő mosolyogva kísért át a hajó orrára, és körülnézett, hogy lát-e valami fényt az éjszakában, és közben a hajó vágtatott nagyjából 38-40 kilométeres sebességben a tök sötétben. Úgyhogy hát akkor lehetett megérezni, hogy ő most került az elemébe, mi meg most zuhantunk ki azon a határon, amit a mi komfortzónánk mondjuk úgy jól visel. Mi az, amit leginkább megtanult Fanándortól, a barátjától? A Nándi egy fantasztikus, céltudatos ember, és amit kitűz maga elé, azért mindent megtesz. Tehát képes 7 napon keresztül 14-16 órát dolgozni, és ezt meg tudja ismételni mondjuk 20 héten keresztül. Tehát olyan elszántsággal és olyan akarattal tud a céljai felé menni, amely nagyon keveseknek a sajátja. És hát az is látszik, hogy igaz, amit ő mond, hogy az ember azt hiszi, hogy elfogytak az energiája, és nincs tovább, és onnan még háromszoros szorzó jön. Úgyhogy ő ezt bizonyította a saját vitorlázásával, életével és megközelítésével, ahogy hozzáll a céljaihoz. És Varga Lajos kinek adja át a tudását? Ki az a fiatalember, aki, amint aki arra jövőre, már utalt, igen, aki jövőre megkerüli majd a versenyen a Balaton? Igen. 2014-ben került akkor 16 éves fiatalember a hajóra, Sarf Máténak hívják, aki egy lézer vitorlázó, ami szintén egy olimpiai hajóosztály. És a Máté egy nagyon elkötelezett vitorlázónak bizonyult az elmúlt években, mindig kíváncsi arra, hogy merre haladunk, mit akarunk fejleszteni. Amikor én esetleg fáradtabb voltam, akkor szólt, hogy mikor lesz hétvégén edzés, tehát inspirált arra, hogy menjünk a célunk felé. És hát idén is nagyon jó versenyeket futottunk együtt, voltunk együtt a Centomilián, a Gardatavon, ahol 4 méterre maradtunk le a kategória győzelemről, tehát egy izgalmas 100 kilométeres verseny volt. És hát a Máté nagyon felkészült, és jó hozzáállású srác, és úgy gondolom, hogy el kell kezdeni azt az utat, hogy a fiatalok is elinduljanak ezen a megmérettetésen, úgyhogy őneki szeretném ezt a lehetőséget biztosítani. Tehát összességében az elmondható, hogy van utánpótlás? Azt gondolom, hogy igen, lesz utánpótlás, azért azt is figyelembe kell venni, hogy a vitorlázás óriási forradalom peremén áll. Tehát a katamaránok már repülnek a levegőben, az ember fölmegy mindenféle fájmegosztó oldalakra, akkor láthatja, hogy a hajók nem érnek a vízben, és ami mondjuk a mi gyerekkorunkban a szárnyas hajók sajátossága volt, hogy a Dunán fölfelé szárnyakon mentek a hajók Bécsig, már akinek volt útlevele, ugye, és kimehetett a határon. De ma a vitorlások olyan könnyű anyagokból épülnek, és olyan módon forradalmasodtak, hogy már a kéttestűek korábban, és most már az egytestűek is azokat a célokat feszegetik, hogy gyakorlatilag a hajótest nincs a vízben, hanem a víz felett repülnek. Na most ezek a fiatalok, ezek katamaránon is edződnek, és
és ügyesek és dinamikusak, és ezért ezt az új generációs hajókat egyre jobban meg fogják tudni lovagolni. Persze ezeket létre kell előbb hoznunk, mert még a Balatonon azért egytestű repülő hajónk az még nincsen. Még csak olyan van, ami kiemelkedik a vízből, de még nem repül. Csak hogy érzékeltessük a könnyű hajó paramétereit, mekkora összsúlyban kell gondolkodni mondjuk egy ilyen repülő katamaránál, amire most utalt? Hát az 4-500 kilóba belefér a teljes hajó a vitorlázattal együtt, úgyhogy nagyon könnyű hajókról beszélünk. A mi hajóink, amikkel pedig a szólóversenyen megyünk, azok egy nagyjából 900 kiló környékén tartanak, és ennek a tőkesúlya az nagyjából 50%, tehát elég komoly kejfejancsik ezek a hajók, tehát ha felborul, akkor azonnal visszaáll a szélben, szinte azonnal, tehát némi vitorlalazítás után. Úgyhogy nagyon könnyű hajókról beszélünk, ezek már karbon szendvicsből készülnek, mésejt, rácsbetéttel, tehát ennek mondjuk egy köbméter súlya 45 kiló. Tehát, hogyha úgy belegondolunk, hogy egy köbméter víz 1000 kiló, akkor a hajó anyaga pedig 45 kg per köbméter. Tehát itt pillekönnyű anyagokból készülnek már ezek a hajók. Melyik hajója állt a legközelebb a szívéhez, és miért? Hát azt hiszem, hogy az utolsóban sokkal több saját ötletem van már. Itt a tervezőt érdemes megemlíteni, a Flár csapat és Déri Attila tervezi ezeket a hajókat, amiket nekem testre szabnak. Tehát ő megmondja, hogy mi legyen a hajóban, vagy milyen legyen a hajó, és akkor ők... Azért ennyire azért itt még nem tartunk. Ott tartunk, hogy az Attila mondjuk a 70%-át a hajónak megtervezi, 75-80-at akár, és a többi az, amit azért mondjuk az én ötletemnek tulajdoníthatok, hogy mit, miért és hogyan csináljunk, és folyamatos a visszacsatolás. Tehát most már ott tartunk egy ilyen alkotóműhelyszerűen, hogy amikor valamit tapasztalunk egy edzéssorozaton, akkor azt visszacsatoljuk a tervezőnek, aki hogyha ez kisebb módosítás, akkor azt rövid időn belül meg is valósítja. Úgyhogy jól haladunk előre ezzel a tervezői együttműködéssel, és ezért talán azt gondoltam, hogy ez a hajó, amivel most megyek, ebben már egy csomó olyan ötlet és elképzelés van, amit nyugodtan mondhatok, hogy én találtam ki, és így valósult meg. Civilben mivel foglalkozik? Hát üzleti vállalkozást vezetek, ennek vagyok tulajdonosa, sok mindennel foglalkozik a cégünk, itt autóflotta kezelés, ingatlanok építése, mezőgazdasági tevékenység, sok mindennel. Ezen belül, ami ezt a cégcsoportot illeti, én stratégiával és pénzügyekkel foglalkozom, de van egy kis gépészvénám is az első diplomám alapján, úgyhogy ezért is izgalmas számomra a műszaki tartalmat jelentő hajós dolog. A sportot illetően mire a legbüszkébb? Hú, hát ez... Igen, hát most kell oda eljutnunk, hogy az ember általában a gyerekeire a legbüszkébb, és hogyha itt meg lehet említeni, akkor a lányaim lovas teljesítményére vagyok talán a legbüszkébb, hiszen ők szorgalmasan 10 éves koruk óta lovagolnak, és ugyanolyan elszántan, és órát nem kimélve, és energiát nem kimélve a céljaikért dolgoznak, úgyhogy először is az ő teljesítményük talán, ami első helyen, amit tettek, vagy amit most tesz a legkisebbik, és hát utána persze nyilván büszke vagyok arra, hogy sikerült megtalálnom egy olyan sportot és egy olyan irányt, ami számomra ilyen sikert hozott, de hát ehhez azért az alázat mindenképpen hozzátartozik. Tehát itt, aki úgy érzi, hogy már mindent tud, na az téves úton jár. Tehát azt hiszem, hogy rengeteg tanulnivaló van, tehát itt nem is büszkeségről, hanem kíváncsiságról, meg célokról lehet inkább beszélni. Még egyszer nagy tisztelettel gratulálunk a Balaton kerülés győzelemhez. További sikereket kívánunk. Köszönöm szépen, hogy nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.